estét kívánok a kedves nézőknek a Ferizből, a Feri Show alkalmával. Ma ismét két nagyon kedves vendéget hoztam önöknek. Megint az őskorig kell gyakorlatilag visszanyúlnunk, amikor én még a Kulacsétteremnek voltam a vezetője, és egy borult pillanatomban kitaláltam, hogy miután az étterem általában a zenéről is nevezetes volt, hogy miért ne lehetne ennek az étteremnek a külön termét átalakítani egy jó jazzklubbá, ami nem csak mint jazzklub funkcionált, hanem mint workshop is, és neves, híres jazzzenészek játszottak, akiktől ott lehetőség volt az ifjú titánoknak személyesen is beszélni egyrészt az előadókkal, másrészt az sem volt ritka, hogy ott a helyszínen mutattak olyan állásokat, olyan fekvéseket, és ezt nem arra a fekvésre értem, ami ezután a műsor után következik, hanem leginkább arra, hogy ezeket a bravúros szakmai dolgokat át lehetett adni a fiataloknak, és ezért is nagyon büszke voltam a helyre. A két talán kedvencemet hoztam el ma önöknek, Szőke Nikolettet és Barca Horváth Józsefet, aki ebben az évben az év jazzbőgősének is hívhatunk, megkapta ezt a... A koncertszervezők. Igen, a koncertszervezők. Listáján, igen. Igen, ami gyakorlatilag a... Fontos lista. Az egyik legfontosabb lista, igen. Szeretettel köszöntelek benneteket, sajnos veletek is nagyon ritkán találkozom, bár tudnánk többet időt tölteni, etetni benneteket, beszélgetni. Két csodálatos gyereketek van, akiket öröm mindig látni, és életet ad nekünk. Hogy vagytok? Mi van veletek? Köszönjük, remekül. Köszönjük, jól vagyunk. Szerülünk. Nagyon jó itt lenni, ezen a csodálatos helyen veled. És igen, a Vera Jazz Caféről beszélünk. Igen, a Vera Jazz Caféről. Igen, az aztán a kulacson belül, igen, ez nagyon kellemes hely. És állandó részesei voltatok a programnak, mindenkinek nagy öröm volt. Niki, hadd kezdjem veled. Amikor életemben először hallottalak, nekem a Szakcsi Robi, Szakcsi Lakatos Béla fia ajánlotta, hogy próbáld meg ezt a lányt, nagyon-nagyon tehetséges, hihetetlen jó, és meg is hívtalak akkor benneteket, ez már jó pár éve volt, és meghallottam, ahogy játszottok. Ki volt akkor az angolista? Ő volt, akkor szerintem pont a Robi volt egyébként. Vagy a Béci, ő is volt, a testvére is volt. Igen. Sokáig. Igen, és akkor ott játszottunk. Én Niki még akkor, ez már több mint 10 éve. Persze, hogyne. És akkor szerintem 13 éve, 10 ilyesmi lehetett. Igen, ugye? Valami ilyesmi időpont volt. Nagyon fiatal volt még akkor, igen. Akkor és te sem voltál ennyire. Én is fiatalabb voltam. Én már akkor sem voltam annyira fiatal, mint a Niki. Na szóval a lényeg, hogy nem szívesen hoztunk abba az időbe, akkor indult ez az egész jazzklub, és szerettem volna nagy nevekkel, mint minden tulajdonos működtetni ezt a jazzklubot, és Szőke Niki nekem még akkor túl sok mindent nem mondott, de a lényeg, hogyha emlékeztek rá, én emlékszem, mint a tegnap lett volna, mert nem gyakran fordul velem elő, oda mentem az első túr után, és gratuláltam, megszorongattalak, megölelgettelek, hogy... Én is emlékszem. Ez valami olyan volt, amit itt mutattál nekem, hogy ezt rövidesen az egész világnak tudnia kell, és osztozni az én véleményemmel. És beszélgettünk a te kedvenceidről, akikről kiderült ugye így énekesek terén, hogy az én kedvenceim is, és nem mulaszthatjuk el az Ellának a nevét. Igen, hát ő az egyik legnagyobb példaképen. Hogy milyen hatással volt ez az életedre. Hát tulajdonképpen annyira szeretem Ella Fitzgeraldot egyébként, hogy az első koncertjeim között volt, hogy neki az ő emléke előtt tisztelettünk pont, azt hiszem egy ilyen 3-4 évvel az első énekora után volt Ella Fitzgerald halálának a 10. évfordulója, és csináltunk egy ilyen emlékestet, The First Lady of Song, Ella Fitzgerald élete, és hát azért ez egy elég merész vállalkozás volt, amiből rengeteget tanultam. Igen, de
te már az első énekléskor tényleg valóban jól megérezted, hogy igen. Ő nagyon nagy hatása volt rám, és nagyon szerettem. Amikor volt alkalmam, így az első nagyobb koncertek alkalmával, akkor rögtön ugye neki állítottunk egy ilyen emléket. Nagyon szép dolog egyébként. Dacára annak, hogy mondod, hogy nagy kihívás volt a számodra. Niki, a repertoárod volt az még, ami nagyon-nagyon elgondolkodtatott engem. Ugye a jazz éneklésnek vannak, illetve abban az időben is voltak ilyen nagyon ifjú és hihetetlenül tehetséges, akár hazai, akár külföldi előadói, és te mégis a repertoárod nagy részét ezekre az igazi standardekre alapoztad, amikről, mint köztudott, még a laikusok számára is, hogy ezek borzasztó nehéz dolgok. Mi volt az, ami téged ebből belekényszerített? Hát, semmi. Az a helyzet, hogy én ezekbe a dalokba beleszerettem. Tehát a jazz az tényleg egy olyan dolog, hogy vagy rögtön elvarázsolja az embert az egésznek az atmoszférája, vagy elég nehéz lesz utána megbarátkozni. Tehát van egy sajátságos milliója az egész műfajnak. És én úgy jártam, hogy engem rögtön megfogott. Egyébként, ha már valakit lehet okolni azért az egész Herzog-Wurzeit, az akkor a jó volt tulajdonképpen, hiszen ő volt az, aki először életem során mutatott jazz felvételeket, kronológiai sorrendben egészen a gospel énekes Mahalia Jacksontól, és akkor így szép sorban jött a felvételekkel. Mondtam, hogy ugye akkor R&B-t hallgatott, nekünk egy jó kiindulási pont volt, R&B divat is volt, és akkor azzal kezdett, hát egyébként majdnem mindannyian úgy voltunk, hogy valamiféle popzenét, ami vagy közelebb állt a jazzhez, vagy kevésbé, de minden esetre valami más, és akkor utána, ugye, amikor megismerkedtünk, akkor mondtam, hát ugye hallgass meg ezt is, meg azt is, akkor én szépen így csempésztem be az életünkbe. Igen, és akkor a felvételeket, és akkor tényleg arra gondoltam, hogy tényleg akkor próbáljuk ezt ki, hogy akkor ismerje meg az egész a kezdetektől, mert ugye ahonnan indult ez, a Mahalia Jackson merült fel az előbb, meg úgy blues énekesek, meg azt hiszem, meg Johnny Hooker, meg ezekről is szó volt, de ahonnan indult a nagyon régi gospel és bluesból, ott még nem vált ketté a popzene meg a jazz. Tehát, hogy utána az később jött el azért, még az Ella Fitzgerald után, de Ella Fitzgerald még félig meddig pop énekesnek számított, a zene az jazz, de hogy akkor még maga jazz is egy populáris műfaj volt, és akkor utána kezdett ez szétválni, és akkor ő vele úgy visszamentünk ebbe az időszakba, és elkezdtünk hallgatni a zenéket. Egyébként én sem ismertem ezeket olyan mélységben, tehát ez nekem is nagyon izgalmas dolog volt, és elkezdtük hallgatni visszamenőleg a kezdetektől. Pedig azért itt tanárként ezt inkább a margó szélére írhatnánk, és lehet, hogy talán ennyire nem is foglalkoztatott volna téged a jazzen belül az ének. Az ének. Hogyha neki nem foglalkoztatott volna elsősorban. Hát engem azért mindig érdekelt a vokális jazz is, meg a vokális műfajok. Mindig érdekeltek, de hát nyilván így még jobban beleástam magamat, megvolt, persze ezeket én azért ismertem, amiket mutogattam neki, de hogy egy kicsit még szélesebben jól beleástam magam, én magam is ebbe az egész világba, ami a vokális jazz. Tanárként mennyire voltál kritikus a Nikivel? Én nem voltam az ő tanárja, olyan értelemben, hogy mi... De? Persze, beszélgettünk sokat zenéről, meg hát nyilván én is kezdetekben adtam neki tanácsokat, vagy megkérdezett véleményet, hát, de az volt, hogy én akkor vettem fel a Vinat Gáborral egy lemezt, abban az időben, és a Niki járt egy énektanárnőhöz, akinek nem nagyon szeretett járni, nem azért, mert nem volt jó, csak nem passzolt ő hozzá. Van ilyen egyébként. És akkor én mondtam neki, hogy hát figyelj ide, hát most pont a Vinat Gabival dolgozom, és ahogy így hallottam, hogy tanít egy suliban. Az a suli már sajnos nincs. És mondom, menjünk el hozzá, hát járjál hozzá, Gabi szerintem talán a világ egyik legjobb énekes. És mondom, már nyilván ezen a műfajon, mint jazz énekes. És akkor meghallgatta Nikit, és akkor fel is vette oda az iskolába, és utána oda járt hozzá 4 évig, a Vinannál tanult. És akkor ott nagyon jó helyen volt.
hogy azt mondja, hogy ő elmeséli, hogy a Gabival hogyan tudtak együtt dolgozni, és akkor inkább én úgy volt, hogy nem jó az, amikor túl közel álló emberek oktatják mindig egymást, jó, ha tanácsot adnak, jó, ha megbeszélnek dolgokat, de azért nem árt, hogyha valaki kicsit kívülről látja őt is. Pontosan. Persze nagyon jó kapcsolatban voltak a Gabival, mint tanárdiák viszony, de mégiscsak más, és akkor az itt szerintem sokkal hatékonyabb volt, és akkor utána, hát onnan aztán nagyon sebesen kezdett fejlődni. Igen, mire észbe kaptuk. Igen. Addigra én mindenkinek dicsekedtem, én abban az időben, talán emlékeztek rá, az akkori idők legnagyobb kereskedelmi tévének dolgoztam a reggeli műsorában. 11 néhány évig, és állandóan mondtam, hogy ez a lány vajon miért nincs itt legalább egy hónapban egyszer, mert egész egyszerűen fenomenális, és egész egyszerűen hihetetlen, hogy milyen csodálatos a hang, milyen komoly a time, ezek a frazírok mennyire egyéniségek, és mennyire tudja úgy hozni magát, annak ellenére, hogy nincs mögötte egy 20 éves szakmai rutin, mert ezt nyilván ilyenektől. És amikor meghallottuk, hogy te Montreux-be voltál ezen a fesztiválon, és nem, hogy csak voltál, meg is nyerted, akkor gyakorlatilag ez a szűkebb rajongótáborod, akiknek én is tagja voltam, mi valamiért nem is csodálkoztunk rajta. Mesélj erről a versenyről egy pár szót. Hát az egy mérföldkő volt az életemben is, az egész énekesi pályafutásomban. Gyakorlatilag az volt, hogy amikor én elkezdtem énekelni, akkor pont fél évvel előtte rendezte meg a Magyar Rádió a nemzetközi énekversenyét, és sokan kérdezték, hogy miért nem neveztem. Hát azért, mert akkor még nem énekeltem. De persze aztán így elültették ezzel a bogarat a fülemben, mert azért azt tudni kell, hogy a jazz egy rendkívül hierarchikus műfaj. És én azt éreztem akkor, hogy nagyon-nagyon sok évbe fog telni, mire azokon a színpadokon fogok állni, amikre álmodtam. Persze, most így utólag visszagondolva, volt bennem egy borzasztó türelmetlenség is a fiatalságomból adódóan. Tehát ez tényleg a koromból adódóan volt, mert rájöttem, hogy igazából most, ha 5 év múlva történt volna, meg ugyanaz se késtem volna le a világon semmiről, de akkor volt bennem egy ilyen sietség, és szerettem volna megméretni magamat, hogy vajon a saját korosztályomban én hova tudom magamat így satszolni, mert ez úgy motivált engem, hogy megtudjam, hogy miben kell még fejlődni, meg mit kell csinálnom. És voltak a montreux-i versenynek más kategóriákban egyébként magyar győztesei, zongora és gitár kategóriában fantasztikus magyar zenészek, úgyhogy körülnéztem az interneten, hogy rendeznek-e ének kategóriában, és már ugye nem tudtunk. És pont előző évben, ahogy én fölkerestem az interneten, előtte egy évvel kezdtek el ilyen versenyt rendezni, és minden passzolt, korhatár, minden, úgyhogy a követelményeket, a dalokat, amiket kértek, azokat megcsináltuk, bevonultunk stúdióba, felvettük a demót, és emlékszem, hogy utolsó utáni pillanatban rohantam a postára feladni a csomagomat, mert akkor még ez volt, ugye rendesen CD-t kellett elküldeni, igen, és hát megkaptam a válasz e-mailt, hogy ki vagyok választva 8 ember közé, úgyhogy mentem Montreux-be a szüleimmel és a hugommal, felkerekedtünk, Józsi akkor épít muzsikát Minant Gabival Magyarországon, úgyhogy innen drukkoltak. Igen, és hát igen, az egy nagy, valóban egy nagy, és egyébként akkor azt a sajtót is azért érdekelte, hogy megnyerte ugye ezt a versenyt, azért ez egy nemzetközi jazz verseny, egy nagy nemzetközi jazz verseny. Azóta se ének kategóriában senki nem tudta megnyerni még magyar ezt a versenyt. Fábián Júli volt egyedül, aki döntőbe tudott jutni, ez egy néhai Fábián Júli, de mások még nem sikerült a versenyen komoly eredményt elérni énekes. Ként, tudtommal, és már úgy értem, hogy Magyarországról, és ez egy nagyon nagy mérföldkő volt, emlékszem, amikor hazajött, akkor fölhívtam egy egész kicsi rádiót, és akkor mondtam, hogy hát Niki megnyerte ezt a Montreux Jazz versenyt, és hát valami kis interjú, vagy valami, és akkor nem mondom, hogy melyikre, mert nincs is az a kis rádió, meg hogy ki voltam is, és mondta, hogy hát nem tudom, nem, meg ez nem érdekes az anyja,
mi van itt, na mindegy. Aztán a Retkés Attila írt egy kis cikket az MTA-ra, ahol ezt tudatta az újságírókkal, hogy Szöke Nikoletta, a fiatal magyar énekestő megnyerte a Montreux Jazz énekverseny. Pont. Ez egy MTA kis, nem tudom, hogy mondják ezt, az újságírók tudják, hogy egy ilyen tudósítás. És akkor egyszer csak erre, mert ugye az újságírók ezt követik, egyszer csak felveszem otthon a telefon, és akkor mondom, hogy... És itt napot? Is megszólalt. Igen, igen. És akkor, halló, jó napot kívánok, Friderikusz Sándor vagyok. És akkor utána, miután őt csináltak, akkor volt a Magyar TV-ben egy műsora neki, oda meghív, ami egyébként nem is volt ilyen kulturális műsor, inkább politika, meg ilyesmiről volt szó benne, de mégis kivételt tett, és a Nikit olyan fontosnak tartotta ezt az eseményt. Hát, hogyne, ez egy kiváló magyar. Igen, de mások nem mindenki. Na de hát azért ez mutatja egyébként a zsenialitást, hát, hogy azért ő volt az, aki ennek a súlyát megérezte, és utána jött az összes interjú. Akkor már mindenki szétszettek. Persze, azért, hogy egy proféta sem kedves a hazájában. És akkor utána már mindenki akart erről írni, és akkor már utána írtak, és megkerestek sokan. Ők megkerestek egyébként, akik elutasítottak? Ők azért nem. Igen, ők azért... De a rádióban mentem, csak nem ahhoz a műsorvezetőhöz. Igen, de abban a rádióban is mentél, csak akkor már nem ők. Hogy mi volt a rádiónak a neve? Nem, pontosan, igaz. És igen. Azt is ki fogom találni, hogy ki volt ez, aki ezt elutasított, de csak az adás kedves nézők már nem fogják hallani. Igen. Hát, nincs igen. Is túl nagy jelentőség, ez csak azért érdekes, hogy igen, a világ egy kicsit így működik, ha ugye mindig elsőnek nehéz lenni, mint hogy te mesélted az elején, de te, mikor még a Niki, akkor még ez a verseny előtt volt, igen. És akkor még senki nem tudta, hogy ő micsoda ki, meg ugye nem volt még ilyen, a verseny után már mindenki rájött, hogy itt van valaki, akire esetleg érdemes odafigyelni, de hogy te is megláttad benne, de ez nem mindenki van így. Tehát ez egy nagyon font... legyen szólva, hogy ez egy hihetetlen veszélyes pálya, mert a jelenlegi éttermemnek is a mottója az étel, mint a zene. Igen. Harmónia és ritmus. Tehát nem elválasztható tőlem, és ez egy hihetetlen blamázs lenne egyébként, akiről köztudott, hogy 5 dinasztiára legalább mindenki zenész, ő maga is kereste vele a kenyerét, igen. Párhuzamosan a szakmájával. Ez egy hihetetlen kockázat egyébként beállítani valakit, igen. Akit nem ismersz. Szerencsére ugye voltatok ti, akiket ismertem, és bíztam benne, hogy Barca nem fog játszani egy csipivel. Igen, de neki ez egy fontos, bocs, ne feled szabad, csak egy nagyon fontos volt az ők. Tehát az, hogy én, sokan gondolják azt, hogy az, hogy én vagyok a férje, meg hogy volt, meg akkor is már ugye, mikor ő még csak kezdett, mi nagyon hamar összeházasodtunk, tehát akkor már a férje volt, amikor ő még csak kezdő énekesnő volt. És az, sokan gondolják azt, hogy ez mekkora előny, hogy én már akkor egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen ismert zenész voltam, vagy bejáratott zenész voltam Magyarországon, de sokan gondolják, hogy ez mekkora előny. Egyrészt nyilván lehet előny is, mert van egy olyan munkatársa így neki, akiben megbízhat. Ezen túl viszont hát meg volt fellépési lehetőség. Valamit azért tudtam segíteni, de ezen felül viszont nagyon sok hátránnyal is jár. Pontosan én ezt akartam. Mégpedig azzal a hátránnyal jár, hogy az emberek azért nem mindenkinek van olyan jó füle, vagy aki meghallja, és azt gondolják, hogy jó, sokan azt gondolták, hogy ő azért van ott, ahol van, mert hogy az én feleségem. Ezért volt nagyon fontos, hogy ezt a montreuxi versenyt megnyerni, ott én ott sem voltam. Én ott külföldi, amerikai zsűri, világsztárok ültek a zsűriben, én nyilvánvalóan ott semmit nem tudtam befolyásolni. Tehát nagyon fontos volt az ő karrierje szempontból, hogy ő megnyerte egy olyan versenyt, ahol én nem mondhatja senki azt, hogy én ott bármit is befolyásolni tudtam. Mert bizony, sajnos nagyon nehéz lett volna neki, ha nincs egy ilyen független eredmény, amit el tud érni külföldön. Nagyon nehéz lett volna itthon, mert mindenki azzal jött volna, és azzal próbálták volna támadni, hogy ő azért, így is volt, aki ezzel próbálkozott, hogy ő azért, meg azért, mert én ott vagyok, mert hogy én itt, mert én akkor már ugye nagyon sok felé játszottam, sok helyen. És így ez egy szerencsés helyzet volt, hogy ő meg tudta mutatni magát, hogy egy olyan szituációban,
ahol hát tényleg nem férhetett kétség. Tehát, hogy mindenek van előnyhát. Nem akarom én ezt kétségbe vonni, de vajon szerintetek miféle jelenség az, amikor az ember lát és nem hisz a szemének, valamit hall és nem hisz a fülének. Miért nem volt elegendő meghallgatni akkor, hogy neki ez a kis csitri, akinek a Barca tanár ura férje, és felmerül még egyéb más kérdés is. Miért nem egyszerűbb dolog az, hogy elmegyünk valahova, egy jazzklubba, egy jazz színpadra, egy olyan rendezvényre, ahol ez a és meghallgatjuk, nem kevésbé tetszik, és azt mondjuk, hogy jó. Aha. És csak egyszerűen meghallgatjuk, és mondunk az... vélemény, és... mint hogy itt keressük az okokat, hogy kritizáljuk, vagy a karrierjének a történetét cáfoljuk, vagy a valódiasságát. Kéne ez egy nyitottság. Tehát kéne ez egy olyan, hogy úgy megyek oda egy koncertre, hogy azt mondom, hogy én most nyitott vagyok, ami történni fog, nem tudom, hogy mondjuk tegyük fel, nem tudom, hogy kik játszanak, és akkor én ezt befogadom. De nem így mennek az emberek koncertre, hanem eleve egy ilyen prekoncepcióval mennek, hogy beülnek, és már előre majd gondolják, hogy ez most biztos nagyon jó lesz. Ilyet is látunk. Eljön egy külföldi zenekar. Na persze, zenekar, van pozitív előítélet is azért. Eljön egy külföldi zenekar, egy nagy sztár, és mondjuk rossz napjuk van, és egy nagyon rossz koncertet adnak. Ez is előfordul. És tapsolnak, és odáig vannak. Láttuk már nagyon sokszor. Ez is előfordul, és ugyanúgy előfordul, hogy lemennek elmennek egy koncert, egy kis ismeretlen fiatal zenekar, és akkor hát úgy mennek, hogy jaj, hát most ki ez vagyunk, és akkor meghallgatják, és hiába jó, azt mondják, hogy hát jó, persze voltak benne jó dolgok, de hát mégis csak, hát én. Szóval az emberekben azért kevés az a fajta nyitottság, és mindig van egy előítélet, egy prekoncepció, amivel leülnek zenét hallgatni, leülnek filmet nézni, és sokszor sajnos nem is a fülükkel hallgatják a zenét, szemükkel nézik, hogy fiatal zenekaroknál nagyon jellemző, hogy nem tudnak még úgy a színpadon viselkedni, meg nem tudnak még úgy olyan rutinnal a közönséggel kommunikálni, de hát attól még a zene lehet jó. De hát, hogy ugye ezt látják csak meg, azokat az ügyetlenkedéseket esetleg, és hogyha nem elég nyitott, nem elég befogadó az attitűdje a koncerthallgatónak, akkor sajnos nehéz átvinni. Abszolút egyetértek veled, és ugye a másik oldalról is megtámogassam, amit mondtál. Én az utóbbi időben elég sokat járok Amerikába, és a Blue Note nevezetű hely, amit mindenki ismert, az utolsó előtti koncertélményem Chick Corea volt. Akiről meggyőződésünk, azt hiszem egyetértünk benne, hogy a világ egyik legjobb listája. És ez meg az én bal szerencsém volt, hogy amikor elmentem, volt egy születésnap, akit nem ismerek, egy klarinétos, akit felhívott a színpadra, és egy kicsit kezdett a koncert ilyen barátias lenni, ami a Chick Coreának abszolút a rovására ment, mert a végén úgy zongorázott, mint egy kislány, amit én nem hittem volna, ugye ott az idő, amit a színpadon töltöttem. Lehet bárkinek. Ott az a hihetetlen tapasztalat a jazzben, amikor azt szokták mondani, hogy bármiből aranyat csinál. Persze, nyilván. És nem fog így megmaradni az emlékezetembe. Csak kifejezetten rosszul esett. Igen, ott valamilyen. Ez most ebben a pillanatban nem a Chick Corea volt, mert nem ezt szoktam meg tőle. Humorosabbra is akarta venni, sokat viccelődött. Igen. Ez most divat egyébként, ez az állandó viccelődés. Igen, és azt hiszem, hogy amit így elmondhatunk róla, túl azon, hogy egy jó zongorista, hogy nincs humorérzéke, mert én nem tudtam nevetni. Legalábbis számomra. De nem változtat a tényen, hogy nem, mert nyilván egy zseniről van szó, és hallottam tőle olyat, amitől, ahogy mondani szokás, a gatyámból kiestem. De ez most nem az az este volt. Igen, tehát ez ebben, de csak igen, alá akartam támasztani, amit mondtál. Én, mint mondtam, de a közönség gondolom az első túr után én tényleg megint csak pestiesen szólva dobtam egy hátast, amikor meghallottam a Nikit énekelni. Niki, emlékszel, mi volt az a szám egyébként, ami oda tett az első helyre? Nem emlékszem. Ja, a versenyen? Igen. Ja, a versenyen? Hát... Énekelted a volt Chick Corea a szám is egyébként, pontosan, igen. Mi is a cím? Your Everything című számot énekeltem. Volt egy blues is, a Centerpiece című, amit utána nagyon sokszor kiemelt koncerteken énekeltem, Bobby McFerrin-nel is
azt énekeltem duettben, amikor itt volt Magyarországon koncertje. Nagyon büszkék voltunk rád, ezt csak megint egy személyes tapasztalat. Úgy hallottuk, hogy én nem voltam ott sajnos a koncerten, nem tudom, hogy miért, de azt, arra emlékszem, hogy nagyon mentem volna. És valami olyan dolog jött közben szintén, és akkor mondták, hogy a Szőke Nikivel fog énekelni, akkor aztán végképp elkeseredtem, és próbáltam mindent, és ez a bizonyos kereskedelmi tévé, ez elég szigorúan nem ragaszkodott ahhoz, hogy abban az időben ott jelen kellett lennem, és valami egész ostoba műsor miatt, amit majd szintén az adás végén tudok el, de talán nem szabad. Szóval a lényeg, hogy csodálatos ez a karrier, amit befutottál, és neked is, tanár úr, ezt azt tudom mondani, hogy egy olyan életutat jártatok be fiatal korotok ellenére, amiről azt gondolom, hogyha most lenne itt egy leleményes író, aki így a mai korról ír egy sikerkönyvet, akkor azonnal a nyakatokra ülne, oda költözne hozzátok, és elkezdeni hirtelenséggel ezt gyorsan megírni. Hát lenne mit mesélni, az biztos, mert bármennyire is úgy tűnik egyébként, hogy ilyen nagyon egyenes volt az egész, azért nagyon-nagyon megdolgoztunk azért, ahol most tartunk. Emberként is lementünk mélyre, mert azért nem volt mindig ez a sikersztori, tehát Voltak hullámvölgyek, igen. És ugye szakmailag is. Tehát most nekem például, hogyha magamról beszélek, amennyire előny volt a verseny, például utána évekig ugyanannyira nyomasztó dolog is volt. Tehát nagyon meg kellett tanulnom azt, hogy úgy álljak ki a színpadra, hogy nem azzal a görcsel a gyomromba, hogy most mit várnak tőlem, hanem tényleg átadni, megtanulni, átadni magamat teljesen a zenének, és kérni magamból azt, amit ott és akkor érzek. Meg hát megtalálni az egyéniséget, és lehetne sorolni. Szóval nem volt ez egy egyszerű dolog, nagyon-nagyon meg kellett dolgozni azért, ahol most vagyunk. És közben az idők mindig változnak. Tehát még hogyha az embernek van is egy jól működő receptje, és aztán utána megváltoznak a körülmények, megváltozik minden, és nem fog működni, és mindig kell tudni megújulni. Ugye pont beszéltünk erről az előbb, hogy egy étteremnél is, ugye, meg hogy mindenben, hogy a világ olyan gyorsan változik, hogy ahhoz, hogy az ember talpon tudjon maradni, meg mindig tudjon valamiféle sikereket elérni, ahhoz föl kell ismerni a lehetőségeket, mert ami még tegnap nagyon jól működött, és nagyon aktuális is volt, és ez nem olyan értelemben értem, mint ahogy szokták ezt mondani, hogy most ez a divat, mert nem a divat után kell úgy most menni olyan értelemben, csak hogy egyáltalán megváltoznak a lehetőségek, új esetleg régi lehetőségek már nincsenek, azokat már nem lehet megragadni, de keletkezhetnek új lehetőségek, azokat meg kell látni, és ez a zenei világban is így van, tehát hogy sok minden változik. Múlt héten volt a vendégem Robi Lakatos, aki szintén ezekkel az újdonságokkal beírta a magyar cigányzenébe a történelmileg jelentős nevét. Igen. És ő is arról híres, hogy megújul, meglátja a lehetőségeket. Igen. Ő arra hivatkozott egyébként, hogy az utazásai során, amilyen hatások érik, azok a zenei műfajok, amiket ő nagyon szeret, ő nagyon-nagyon jó ötvözte az ő sajátjával, amit ő tanult picikora óta. Igen. Ő hozzá nagyon közel áll a jazz, igen, amikor születésétől jazzdobosnak készült. Igen, tudom. A bátyja is, Tony Lakatos, ikonikus alakja a jazz életnek. Ő így próbálta. Milyen lehetőséget láttok ti a jazzbe? Esetleg nem azt mondom, hogy itt összekeverni mindent, mint egy rossz szakács, és megmutatni mindegy újdonság, mert az csak egy butaság lehet. Nem feltétlenül, akár még az is. Sőt, az is egy most a jazz is nagy átalakulásokon megy keresztül. A jazznek elmúlt az utóbbi évtizedekben az a fajta ilyen mozgalmi jelleg, ami korábban volt. Volt a 60-as, 50-es évektől a 70-es évektől, 80-as évek maximum közepéig
egy olyan, nem csak a jazznél, akkor jött a rock műfaja, volt egy olyan időszak, hogy az emberiség történelme, volt egy ilyen nagyon nagy szabadságvágy, voltak ugye politikai évek. Mozgalmak is, voltak ugye a 68-asok, a hippi korszak, egy olyan időszak Amerikában ugye a feketéknek a mozgalmai, volt a Woodstock, a hippi mozgalom. Tehát egy olyan időszak volt ez, ami ugye a szabadságvágyról szólt, a fiatalok elkezdtek a szabadság felé mozdulni, és ez a jazznek egy nagyon kedvező, meg a rockzenének is egy kedvező talaj volt, mert ez a zene szabadságról szól, kreativitásról, spontaneitásról, szabadságról, és ez egy ilyen időszak volt. De ez az időszak, ez most elmúlt. Most az embereknek a legfőbb vágya talán nem a szabadság. Valamikor majd biztos az is lesz, de most másról szólnak. Nem akarom olyan okosnak tettetni magam, hogy én megmondom, hogy most miről szól a világ, de azt hiszem, hogy most biztosan nem arról. És a jazznek ez a mozgalmi jellege az már megszűnt szerintem. És ilyen szempontból most más szerepe van. Most is van szerepe, de az egyik, ami nagyon fontos szerepét látom, az, hogy egyéb műfajokban megjelenik. Tehát most látunk popzenekarban rengeteg jazzzenész dolgozni, ahol megjelennek a jazz motívumok. A jazz előadásmód megjelenik, mint egyfajta ilyen elem. De ugyanúgy, akár még a klasszikus kortárs zenében van minden, tehát nagyon sok helyen jelen van. A world musicban is van jazz elemek. És a jazzzenések nagyon sok mindent csinálhatnak. Mi úgy érezzük most, hogy most az az időszak jött el, ahol ez a fajta eklekticizmus, ez a műfajok keveredése, ennek most itt van az ideje, és én most ebben lehet szerintem gondolkodni, és most érdemes nagyon nyitottnak lenni. Mindig érdemes volt, de hogy most talán nem is tudom, tehát most azt gondolom, hogy nyitottsággal lehet a legtöbbet elérni. Igen, és a műfajok között érdemes járkálni. Figyel az ember tényleg a világra, és hatást tud gyakorolni az ő saját műfajával, vagy olyan inspirációkat tud meríteni. Igen. De engem lenyűgözött, amikor hallottál a népdalt énekelni. Igen. Nagyon szeretek népdalt énekelni, és igazából az egyik legjobb dolognak tartom így a pályámon, hogy sok mindent kipróbálhattam, tényleg majdnem minden műfajból dolgoztam művészekkel, és ez nagyon-nagyon jó. Valóban a nyitottság az egy olyan dolog, hogy igazából egy csomó pluszot élhet meg az ember ezáltal. Tehát, hogy ha én most azt mondom, hogy ilyen vagy olyan műfaj művészeivel nem dolgozok, mert én nem szeretem azt a műfajt, akkor egy csomó minden jó élménytől megfoszthatom magamat, hiszen... Hát meg a közönséget is, mert tényleg ezekből a kollaborációkból, hogy mit tudom én, népdal dolgoztunk fel mi, vagy hogy népzenészekkel, vagy akár cigányzenekkel a nótát is énekeltem. Igen. Tehát, hogy ezek a dolgok létrejöttek, ezek nagyon nagy inspirációk, meg minden munka hozzád valamit. Nekem az ember személyiségéhez. Nekem zenei alázatosságot is. Amikor te elénekelsz akár egy magyar nótát, és nem mint hogyha a műfajokat itt egyébként rangsorolnunk kellene, nem is vagyunk rá hivatottak, de én azt gondolom, hogy ha valaki hozzányúl egy zenéhez, az elsősorban azért van, mert hatással van rá, és szeretné a saját nyelvén is, ami jelen esetben nálam a jazz, szeretné, hogy talán azon a csatornán is megszólaljon, vagy engem, mint hallgatót érdekelhet-e egyáltalán egy olyan dolog, hogy hangzik ez a szőkeniki torkából, mit érez, és a te érzésedet ugye az éneklésen keresztül fogod közölni leginkább. Szóval igen, sok mindent elárul egyébként, hogy mihez nyúlsz hozzá, mi az, ami ad neked további löketet, inspirációt arra, hogy mi az, amivel most fogunk foglalkozni. Igen. Persze, hát az fontos, hogy mindig olyat vállaljon az ember, amit tényleg szívvel, lélekkel tud csinálni. Most teljesen mindegy, hogy mi az. Tehát most nem vállalok jelen pillanatban mondjuk metal koncertet, mert abszolút nem áll hozzám közel.
De ki tudja, mit hoz az élet. Lehet, hogy lesz egy olyan kollaboráció valakivel majd, hogy pont egy olyan műfaj, amire most nem gondolnám, hogy valaha majd fogok csináni olyat. Mert sok ilyen történt már az életem során. És valóban az van, hogy tényleg mindenkitől lehet valamit tanulni, meg minden hozzáad az emberhez. Az a lényeg szerintem, hogy amit csinál az ember akkor és ott, az legyen egy olyan dolog, aminek teljes mértékig át tudja adni magát, és teljes mértékig tudja vállalni. Élvezze, szeresse azt a dolgot, mert akkor nem lesz hiteles. Pontosan ez az, és ez igen. Az eredeti kérdés, ez ott kapcsolódik be, hogy a jazz az egy ilyen nyelvezet, amit beszélünk. Egyfajta nyelv, egyfajta kiejtés, egyfajta előadásmód, mondjuk így. De ez nem jelenti azt, hogy nekünk akkor ezt úgy kell csinálni, hogy akkor innentől kezdve mi nekünk ezt bezárjuk ebbe magunkat, és akkor minden elemét ennek a műfajnak, az mint kizárólag kereteket saját magunknak szabunk, hanem azt, hogy mi beszéljük ezt a nyelvet, de attól függetlenül, hogy mi dolgoztunk együtt, popénekesekkel közös projektet csináltunk, az előbb egy cigányzenekarral is énekeltani ki, tehát hogy hozzuk mi ezt a nyelvezetet, mi ezt beszéljük, de attól függetlenül hol magunk köré veszhetünk olyan más zenészeket, művészeket, akik más nyelvet hoznak, és közösen létrehozunk valami újat. Ez egy nagyon izgalmas dolog, és a jazznek szerintem ma, most elsősorban itt van lehetőség, így ilyen módon van lehetősége áttörni, hogy olyan műfajokon keresztül, egyébként ezt korábban is csinálta a jazz, olyan egyéb műfajokon, olyan közegekben megjelenteti magát, ahol esetleg nem lenne egyértelmű, de viszont így maga a jazz is túl tud élni, és ezt az egyébként nagyon szép előadásmódot azért ez meg tudja jelentetni, de az nem egy járható út, hogy saját magunknak elkezdünk köré építeni mindenféle olyan keretet, amiből aztán nem fogunk tudni kilépni. Egyetértek, és jól esik ezt hallani. Beszéljünk a jövőről. Miket terveztek? Hogy képzelitek magatokat, hogyha itt esetleg egy 5 év múlva? Izgalmas lesz 5 év múlva, lesznek kamasz gyerekeink, akikkel szerintem majd bajlódni fogunk. Lehet, hogy ebből majd születnek dalok a vívódásainkból. Hát az biztos, hogy a per pillanat az egyik ilyen legnagyobb inspiráció, az a újabb és újabb saját dalok felvétele. Tehát remélem, hogy 5 év múlva már lesz egy két órás műsor legalább. Ez az egyik, ami így emberileg, szakmailag is nagyon motivál, hogy így a saját dalokat csináljuk. Igen. Én hangszerelem, és most már egy 3 dal már megjelent, és akkor így időről időre hozunk ki. Most is arra készülünk, hogy mostanában még ki fogunk jönni új dallal, és szeretnénk majd összeállítani egy teljes műsor saját dalokból, amiket a Niki írt. Tehát, hogy ez egy ilyen terv, ami most, meg hát lesznek most még így a közelebbi jövőben koncertek, amire készülünk, lesz egy nagy dobás. Lesz igen, majd augusztus végén. Amit tudunk javasolni, hogy eljöjjenek, vagy ajánlani, lesz a Budapest Jazz Club egy koncertünk most. 16-án. 16-án, csak kövessék a... Ott lesz a... Várunk szeretettel. Várunk szeretettel. És aztán meg lesz egy nyáron egy nagy koncert a Niki. Amit mi szeretünk csinálni, igazából így a kvártett, a saját formáció az működik folyamatosan, és azzal leginkább ezek a saját magyar nyelvű dalok, amik motiválnak most. De mellette mindig szoktunk csinálni projekteket is, tehát minden évben van egy-egy ilyen nagy valami témaköré épülő projektünk. Tavaly a Bernstein, igen, de Jazz Side Story-val turnéztunk Gájer Bálinttal és nagy zenekarral, amit az egész műsort a Józsi hangszerelt és producált. És idén is készülünk majd tematikus esttel, ez még most meglepetés. De annyit előre elárulok, hogy augusztus 29-én majd ezzel a bizonyos műsorral lesz az életem eddig legnagyobb koncertje, úgyhogy nagyon készülünk rá. Már most szólok a pincéreknek, hogy ne vegyenek fel azt. Úgyhogy ezek így mennek párhuzamosan a kvártett, a kis saját műsorunkkal, és mellette ilyen olyan projektek. Úgyhogy biztos, hogy 5 év múlva találkozunk majd. Soroljuk, hogy milyen projektek voltak, mert azt mindig szeretjük. Igyekszünk minél több szép dolgot
csinálni. Józsikám, nem mulaszthatom el a kérdést, mert igazából érdekel, és akik eddig így a jazz területén megfordultak a műsoromba, azoktól is megkérdeztem. Te, mint pedagógus, mint tanár, mit látsz a mostani fiatalokban? Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas a mostani fiatal generáció is. Egyrészt sokszor sok zenész mondja, hogy hát a mai fiatalok, mert ez egy régi szöveg, mert hogy hát hogy nem járnak úgy koncert, vagy nem mindenki érdeklődik annyira. Hát azért régen sem volt, aki mindenki érdeklődött ez iránt, de most is van, akik nagyon nagy lelkesedéssel tanulnak, és nagyon nagy energiákat tesznek bele ebbe a műfajba, és azt hiszem, hogy egy kicsit még többen is vannak. Más környezetbe kezdik el ők a tevékenységüket. A mai fiataloknak, akik most kezdik ezt a műfajt, nagyon nehéz dolguk van, mert rengetegen vannak, és nagyon sokan szeretnének zenélni, hát hiszen persze, hát jó dolog zenélni, de hát sajnos a lehetőségek azért nem bővülnek, hanem lehet mondani, hogy talán szűkülnek, vagy átalakulnak, tehát inkább azt mondanám, ugye ott a YouTube-ban, ahol rengeteg zenét lehet hallgatni. Én azt gondolom, hogy őnekik is meg kell majd találnunk a saját útjukat, ami nem feltétlenül pont ugyanaz az út lesz, amit mi nekünk kellett bejárni. Mert ugye beszéltünk róla, hogy a világ változik, de én azt gondolom, hogy nagyon sok, nagyon tehetséges fiatal zenész van, és az én tapasztalatom szerint nagyon sok mindenben ők azt hiszem, hogy jobbak, mint a mi generációnk volt. Nyitottabbak, egy másik világ van most, ami rákényszeríti őket arra, hogy elfogadóbbak legyenek, a másságot, a különlegességet, a nem hétköznapi dolgokat jobban tolerálják, és én jónak látom az új generációt, nagyon bízom benne, hogy majd a világ is olyan lesz, ami őnekik majd megadja majd azokat a lehetőségeket, hogy kibontakozzanak, úgyhogy én nagyjából így látom. Nem csalódtam benne, hogy most is valami olyasfajta szakmai alázatosságról teszel tanúbizonyságot, ami gyakorlatilag térdre kényszeríti ezeket az önérült sztárokat, akár az értékük valós, akár aha, nem. De sok értékes van. Én ezért is szeretlek téged. Úgyhogy ezt hallani. Aha, igen, örülök neki. De ezt én így is gondolom, tehát hogy ez nem ennyire ilyen bomó vagy ilyesmi, hanem én azt gondolom, hogy nagyon jó kis generáció készülődik itt azért, csak tényleg legyünk, figyeljünk oda rájuk, és nagyon sok tehetséges fiatal van most is. Szeretem a szívedet, ez nagyon jól esett hallani. Niki, ha jól tudom, te tanítottál a Schneeberger Alapítványi Iskolába. Tervezel-e valamikor pedagógussá válni? Egyelőre nem. Most valahogy azt érzem, hogy annyira kitölti az életemet, meg a gondolataimat az éneklés, tehát a színpadi lét, hogy erre szeretnék családi koncentrálni. Hát igen, persze, igen, de hogy ugye hát az nyilván, mert igen. Úgy értem, hogy éppen elég sok. Most így el vagyok, tehát az alkotás az, ami a színpad mellett vonz nagyon, tehát ez a saját számok írása, ez nagyon nagy inspiráció most számomra, és ebben szeretnék elmerülni. Aztán persze lehet, hogy pár év múlva majd azt gondolom, hogy szeretnék tanítani, meg biztos el fog jönni az az idő, hogy a fiataloknak átadni a tapasztalatokat, tudást. Egy meglepetés vendégünk, akinek az életére nagyon nagy hatással voltál, és aki egyáltalán nem mellesleg, az én menyem. És a fantasztikus tehetségű tanítványom volt, azt el kell, hogy mondjam, igen, hogy rám is hatással volt a közös év, több év, mert hát nagyon-nagyon szeretem a diát, és nagyon fantasztikus. Amikor menének el, akkor itt mint egy normál család együtt vagyunk. De jól néz ki, szuper jól néz ki. Ő segít, nagyon-nagyon ügyes egyébként. Igen. Úgyhogy nem csak mint énekesnő ígéretes, hanem mint
valamikori vendéglátós. Igen. Ez nagyszerű. Nagyon-nagyon nagyon jól néz ki. Egyébként a konyha művészet, ez nagyon nagy művészet. Igen, én abszolút és a nagy fordulója van neki. Hát az biztos. Az első tanúm az én szlogenemhez, hogy az étel, mint a zene, harmónia és ritmus, mert arról vagyok meggyőződve, és azok a tapasztalataim is egyébként, hogy a zenészek általában nagyon-nagyon jó szakácsok. És nem csak a hangszeres tudásukkal tudnak csajozni, hanem a főcukkal. Hát, hogy is ne? Hát egyébként, ahogy beszéltünk az előbb az oktatásról, Niki ott tanított ugye a táborban, igen. És ez nem egy olyan hagyományos értelembe vett iskola, hanem egy ilyen különleges. Persze, hát nekem nincs abban tapasztalatom, hogy egész napos passzol. Tanítás, nem neki, éveken át ugye. Ez egy jó közeg volt, vagy egy jó lehetőség volt neki, de azt hiszem, hogy ő neki nem áll közel az a fajta, ez a évről évre vinni, ez a fajta tantervekkel, mindennel. És egyébként azt gondolom, hogy egyébként az oktatás is egy nagyon érdekes dolog, én látom nagyon sokszor, hogy hirdetik magukat, nagyon sokan tanítok, gyertek. Igen. Nagyon, nagyon furának érzem ezt. Én már 20 éve oktatok intézményesen. Több iskolában is voltam, főiskolán is, középiskolán, alapiskolán, tehát az oktatások ilyen teljes spektrumát, ugye táborban, kurzusok, tehát valahogy ez így az életemben nagyon fontos szerepet kapott az oktatás, és én azért örülök ezen mindig, amikor kírják, hogy szeret oktatnok, tanítok, gyertek, mert én azt gondolom, hogy az oktatás az egy olyan dolog, hogy azt nem lehet így tehát az megtalál, vagy megtalálja az embert. Én nem akartam egyébként feltétlenül tanár lenni. Engem ez megtalált, és az élet hozta azt, hogy nekem ezt kell csinálnom. Tehát én nekem fura az mindig, amikor én hirdettem magam, hogy gyertek hozzám tanulni. Én szerintem ez fordítva kéne, hogy működjön, hogy emberek megkeresnek, hogy akarnak tőlem tanulni, mert igazából a tanítvány érzi meg azt a leginkább, hogy hozzá akar menni, mert érzi, hogy ott van valami olyan, amit én meg akarok szerezni magamnak. És szerintem ez csak így működik. Én, hogy kitalálom magamról, hogy én tanítani fogok, ez számomra nagyon fura. Mondom, én nekem ez így megtalált a dolog. Még főiskolás voltam, és szóltak, hogy menjek be tanítani. Nyitottak egy kis iskolát ott a 8. kerületben, önkormányzati valami, és én magam csodálkoztam, engem megtanulni, hát én is tanulok még, meg hogy mit fogok csinálni, meg... És aztán belekerültem, jött az egész magát, és ezt csak azon vettem észre, hogy egyre többen akarnak tanulni tőlem, de én magam sem értettem az elején még, hogy miért. Tehát, hogy ez csak így működik, hogyha valakinek ez a sorsa, hogy tanítsa. És hogy mennyire igaz ez az én műfajomban, volt olyan, amit gyakorlatilag műfajonként mindenki az én becsöngettem, hála Istennek ismert mindenki, aranyos kisgyerek voltam, úgyhogy be is engedtek. És akkor az egyik idősebb kollégától megkértem, hallottam, hogy ő nagyon szépen játszott Chopint. És akkor ő mutatott egy-két olyan szép Chopin darabot, ami nekem nagyon tetszett. Ez annyiból volt jó, hogy nem tanterv szerint, hanem persze, csak és kizárólag. A lényeg az, hogy a Cismol Prelude az nagyon tetszik, és azt nagyon szeretném megtanulni. Igen. Egy másiktól ilyen balkáni tempós van, amit szerettem volna. A harmadiktól a teljesen autentikus. Így van. És dacán annak, hogy ezek nem voltak kifejezetten kijelölt diplomás tanárok. Ez nem ezek valami hihetetlenül jól tanítottak a szeretetükkel. Az lehet csak a tanítás. Az odaadásukkal, és már akkor ugye az úgynevezett zenei vagy szakmai alázatossággal. Volt olyan jó tapasztalatom, vagy inkább élményem, hogy amikor egy ilyen nagyon gyors balkáni dolgot tanultam, azt mondta, aki tanított, hogy én ezt ebben a tempóban már meg se tudom oldani, úgyhogy gratulálok, és ez nagyon jó lesz, itt erre vigyázz, nem egyforma a két kezed még, igen, sokkal igen, erősebb a jobb kezed, persze, meg a vagy figyelj jobban a tempóra, mert úgy begyorsulsz, hogy nem lesz ember, aki megállít. Hát jó étvágyat kívánok nektek! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy eljöttetek! Mi köszönjük! Köszönjük mi is! Tudnatok, hogy nagyon szeretlek benneteket, és hogyha nem is hallottok róla, én mindig a nyomotokban vagyok, és figyellek benneteket. Köszönjük. Ami biztos, szépen, hogy az augusztusi koncerteteken ott leszek bármiáron. Rendben, várunk szeretettel! Puszillak, ölellek benneteket, önöktől pedig búcsúzom, és remélem, hogy egy kellemes estét töltöttek az én vendégeimmel. Szép jó éjszakát kívánok önöknek! Szent lehetés! Szent lehetés!